Farkas Sándor képviselőtársam, és az elmúlt hónapokban, de az elmúlt esztendőkben is folyamatosan beszélt arról, hogy mi szerveződik itt. Az elmúlt években is tapasztalhattam, és valóban az az építkezés, amit ő, illetve munkatársai egy szűkebb, tágabb csapat készít, az íme megvalósul. Fantasztikus hangulat van, színvonal van, és a lovas kultúrának egy olyan fellegvága épült ki itt az elmúlt évtizedben Fábián Sebesén, amelyik biztos pont a Kincsem Nemzeti Lovas Program megvalósításában is. Hiszen reggel délelőtt Lakiteleken voltam, ott a lovas polgárvőrök a találkozóján, illetve a lovas polgárvőrök programján, és érzékelni lehet azt, hogy mit jelent az iskolai lovas kultúra bevezetése, akár ott, akár az ország más területén. Érzékelni lehet azt, hogy Móricz Zsigmondnak ez a szép mondása, hogy lóvá tesz az ember, és emberi a ló, hogy ez mit jelent a nevelésben, és ezt magam is tapasztalhatom édesapaként is, hiszen a fiam, a Levente fiam az lovas kultúrát tanít az egyetemen, Szőrén lovagolt, még Karcapusztán 17-18 éves korában, és valóban emberré tette a ló. És ami nagyon nagy garancia, hogy meg fog valósulni a nemzeti Kincsem Nemzeti Lovas Program, az a garanciát a nők jelentik. A nők, mert a lovasoknak 75-80%-a nő. És fiatal vagy hosszabb ideje fiatal lányok, asszonyok, és ha ők valamit nagyon akarnak, akkor azt meg fogják csinálni, akkor az megmarad. Ez az igazi garanciája. Túl a kormányzati, és túl azon, hogy ilyen Fábián Sebesén, ilyen nagyszerű emberek dolgoznak, mint Farkas Sándor és csapata. 13 éve nemzetközi verseny, illetve a kategória összetett győztese. Üdvözlöm, Szörzset, Őrelkúzsi Nagy Díj, ez 2013-ban 163-3 100-tudatos teljesítménnyel.